Több száz amatőr és profi sportoló rajtolt el az idei Cerbona-Fehérvár félmaratonon szeptemberben. A futók több táv közül választhattak, és így lesz ez a 2022-es rendezvényen is. Aki szeretne ezen vagy a Gun Trailen részt venni, érdemes január végéig jelentkezni, hiszen a minden addig beérkezett nevezési díjból 1000-1000 forint a szegényeket támogató alapítványhoz kerül. A szervező Alba Triatlon Egyesület elnöke elmondta, 2 évvel ezelőtt kerékpárokkal támogatták a civil szervezetet, idén pedig pénzzel járulnak hozzá az alapítvány segítő munkájához. Tavaly is nagyon megható volt látni, amikor a családok megérkeztek a kis kerékpárokért, úgyhogy ezt mindenképpen szerettük volna folytatni. Úgyhogy gondoltuk, hogy így a sportolást megint összekapcsoljuk, és talán itt több emberhez eljutunk, akik egyébként lehet, hogy eszükbe se jutna, hogy jótékonykodjanak, de most, mivel részt vesznek egy futóversenyen, így rögtön össze tudjuk kapcsolni a kettőt. A szegényeket támogató alapítvány irodavezetője azt mondja, karácsony táján sok a szervezet támogatója, az év más időszakaiban azonban kevesebb, ezért különösen örül az Alba Triatlon Egyesület felajánlásának. Ez már a második együttműködésünk lesz, és mi ilyenkor mindig nagyon büszkék vagyunk arra, hogyha visszatér hozzánk egy támogató, hiszen ez azt mutatja meg, hogy az első együttműködésünk is jól sikerült, és oda kerültek az adományok, ahova az adni vágyó ezt szerette volna. Ez most azért egy nagyon jó dolog, hogy újra együtt dolgozunk, és ez már át fog csúszni a következő évre is. A Cerbona-Fehérvár félmaraton május 8-án lesz, a Gun Trail terepfutó versenyt pedig március 6-án rendezik meg.